Sziasztok, Joy lányok! Ebben a videóban azt fogom bemutatni nektek, hogy egy ilyen erős, hangsúlyos cicás szemhez hogy is mutat egy hangsúlyos száj. A bátrabbakhoz szólok, szerintem érdemes próbálkozni. A rúzzsal megegyező színű szájkontúr ceruzát választottam, és ezzel meg fogom rajzolni az ajkam természetes ívét. Kívülről befelé haladjatok, mert itt természetesebben meg tudjátok rajzolni ezt a szép kis ívet itt a ajkatok tetején. És mutatok egy trükket. Összedörzsöljétek így az ajkatokat. Ennél a vonalnál kiebb már nem fog menni a rúzsotok, tehát ez egy tökéletes alap lesz. Szilvás árnyalatú rúzst fogok használni, amit egy ecsettel viszek fel, és sokkal precízebb és tartósabb az eredmény. Ez egy matt rúzs. Na most, a matt rúzst nem ajánlom azoknak, akiknek keskeny az ajkuk. Az ecset azért is jó, mert az élével tudtak úgy dolgozni, mint egy kontúrral. Tehát ezzel is meg tudjátok rajzolni ezt a vonalat. Szépen precízen. És ilyen a hangsúlyos szem, hangsúlyos száj kombináció. Ha túl intenzívnek találjátok, akkor egy zsebkendővel tompíthattok az erősségen.